Szeretettel köszöntelek, Jakab Tündi vagyok. A mai rövid kis videómnak az lesz a címe, hogy miért érdemes taníthatóvá válni, egyáltalán ez az egész folyamat hogy működik, hiszen a motivációs területen ma ennek a szónak nagyon nagy keletje van, nagyon sokan beszélünk róla, de én úgy gondolom, hogy még nem eleget, és minél több emberhez eljut ez az információ, annál többen fogják a tudásukat gyarapítani, hogy egy jobb és minőségibb, örömtelibb életet éljenek. Mikor kell, hogy taníthatóvá váljunk? Hát mindenkinek előfordul az életében, hogy valamelyik életterületén megakadás van. Legyen ez pénzügyi helyzet, munkahely szempontjából valami elakadás, családi helyzet, emberi kapcsolatokban probléma, gyerek-szülő viszonyban probléma, és aki már ettől egy kicsit frusztráltnak érzi magát, vagy szeretné azt az életterületét valamilyen szinten megváltoztatni, annak el kell gondolkodni azon, hogy egyrészt hogy jutott el odáig, hiszen abból nagyon sok mindent lehet tanulni. Ez nem jelenti azt, hogy az ember benne vájkál azért évekig a múltba, hanem megnézi azt, hogy esetleg mit csinálhatott volna másképpen, de ehhez nem volt elég információja. Taníthatónak lenni azt jelenti, hogy ha valamiben szeretnék fejlődni, változni, akkor az addigi tudásom mellé szerzek új információkat, olvasok a témával kapcsolatosan könyveket, elmegyek előadásokra, tanfolyamokra, felkeresem azt a szakembert, aki ebben esetleg tud nekem segíteni, és azokat az információkat, amiket itt megtanulunk és hallunk, és jegyzetelünk is, azt tulajdonképpen magunkévá tudjuk tenni. A taníthatóságnak van egy nagyon fontos része, hogy nem csak jegyzetelni kell, nem csak meghallgatni az új információkat, hanem azokat következetesen és tudatosan be kell építeni a mindennapokba és gyakorlatban alkalmazni. Miért fontos taníthatónak lenni? Azért, mert az eddigi gondolkodás módunkkal, az eddigi nézőpontjainkkal, az eddigi tudásunkkal jutottunk el a mai napig, és alkottuk meg azokat az eredményeket, amik most vannak. Ha ebből jobbat szeretnénk, sikeresebbek szeretnénk lenni, egy magasabb minőségű életet szeretnénk élni, akár szellemi, lelki, testi, anyagi szinten, akkor bizony ehhez változásokat kell tenni. Ezért ahhoz a gondolkodásmódhoz, amit eddig nem tudtunk esetleg önmagunktól, szerzünk be információkat, tudást, és itt nagyon fontos, hogy megállítsuk egy kicsit az egónkat. Tehát az, aki taníthatóvá akar válni, annak egy kicsit meg kell nyugodnia, hiszen nyitottnak kell lenni az információra, hiszen azok a dolgok, amik jönnek felénk, amiket tanulunk, olvasunk, hallunk innen-onnan, és azt fel tudjuk használni egy jobb eredmény érdekében, azokat az információkat be kell engedni, és lehet, hogy találkozunk olyannal is, amivel először talán nem értünk egyet. Nagyon sokszor elhangzik különböző videókban az, hogy a negatív kritikáktól tartsuk magunkat távol. Én ezt egy kicsit úgy leegyszerűsíteném. A negatív kritikában is lehet építő jellegű hozzászólás, vélemény. Ugye ezt mindenki másképp címkézi föl, itt önmagunknak kell meghatározni, hogy hol van a határvonalunk, amikor azt mondjuk, hogy tényleg szükségünk van arra, hogy valaki kívülről észrevegye, hogy mit nem csinálunk jól, mert egy kívülálló mindig másképp látja, mint azok a szereplők, akik ugye ebbe benne vannak. És ezt be kell nekünk engedni, az egy kicsit le kell nyugodnunk, és azt mondani, hogy igen, jöjjön az információ, megnézem, hogy mit tudok abból használni a gyakorlatban, vagy ha még nem tudom, még milyen plusz tudás kell hozzá, és akkor lehet alkalmazni. Tehát ezt jelenti az, hogy tanulnunk kell, taníthatóvá kell válnunk, menni kell tovább. Igen, és meg lesz az eredménye annak, hogyha nem adod fel és következetesen tanulsz. Hogy tudod leellenőrizni azt, hogy a megszerzett tudás működőképessé válik? Nagyon egyszerű, hogyha gyakorlatban alkalmazod, és ezt hangsúlyozom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, akkor az eredmény más lesz, mint amikor még ez a tudásod nem volt meg. Úgyhogy nagyon fontos, hogy kitartó legyél, minden nap olvas, tanulj abban a témában, amiben úgy érzed, hogy szeretnél tovább haladni, legyél tanítható, és használd ki azt az információ tömeget, ami a mai világunkban rendelkezésre áll, hiszen a szüleinknek nem volt ekkora lehetősége. Most már vannak könyvek, tréningek, tanfolyamok, az internet is tele van információval, csak egyszerűen használni kell. Tehát vedd a fáradtságot, ha úgy érzed, hogy valamivel el vagy akadva, akkor hajrá, ne feledd, megy az életidőd, a tied, és most itt a lehetőség arra, hogy tanulj, változz, fejlődj.
nem minden áron, de a lehetőségek adottak. Nagyon sok sikert kívánok neked, szép napot!